Már a hét elején elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a Szegfű utcán, a torlódás és sorbanállás nagy volt pár nappal ezelőtt, hiszen a közlekedők egy része akkor még nem tudta, hogy érdemes elkerülni ezt az útszakaszt. Nyíregyháza egyik legkeskenyebb utcája több esetben is lehet veszélyes, ezt szerdai felvételünk is bizonyítja. Egy mentőautó haladt a városközpont irányába a Szegfű utcán, az ehhez hasonló esetek azonban nem okoznak majd semmilyen problémát, ha már négy sávos lesz az utca. A szélesítést sok közlekedő évek óta várja már. Minden reggel erre megyek dolgozni, tehát én mindenképpen örülök neki, hogy négy sávosra bővítik. Ez per pillanat ugye egy kis fennakadást okoz, tehát ez benne van a kalapba. De ahogy elnézem, elég tempósan csinálják a munkát, és így valószínűleg túl sokáig nem fog tartani a dolog. Több ingatlant is érint az utca négy sávossá bővítése, ebből az épületből egy festékbolt már hónapokkal ezelőtt elköltözött, a bontása már majdnem teljesen kész. Egy másik háznál pedig a cserepeket szedik le a munkások, a kivitelezés várhatóan 3 hónapig tart majd. Ez azt jelenti, hogy a tanévkezdés idejére még biztos nem lesz kész az utca, azonban erre is felkészült a városvezetés. Megpróbáltuk úgy intézni a dolgokat, hogy nem a legnagyobb forgalomkorlátozás legyen az iskola kezdés hétvégére, illetve szeptember 1-ére, de természetesen a minimálissal számolni kell. Egy-egy sáv biztosan lesz a forgalomnak, de akinek nincs erre dolga, az szerintem kerülj el, mert dugók lesznek egészen biztosan. Több változás is lesz a négy sávossá bővítés mellett, a Géza utcai csomópontnál például jelzőlámpás irányítás lesz, ez biztonságosabbá teszi majd a közlekedést. Gyalogos és kerékpárutat is építenek a szélesített út mellé, jelenleg a legtöbb biciklis szabálytalanul tud közlekedni a Szegfű utcán, így ezt a fejlesztést is sokan várják. Örülök neki, hogy így próbálják megcsinálni ezt az utat, hogy a bicikli utat is fognak hozzá tenni, ugyanis én is sokat járok erre biciklivel, így én is kényelmesebben fogok tudni közlekedni ezen az útszakaszon. Az autósok óvatosan, nem megszokásból vezessenek. Változás, hogy a Szegfű utcáról most nem lehet balra kanyarodni a Hunyadi utca irányába, ezt táblák és aszfaltfestések is jelzik. Mivel az útszakaszon sebességkorlátozás és előzési tilalom is érvényben van, arra kérik a közlekedőket, csak azok válasszák ezt az útvonalat, akiknek elengedhetetlenül szükséges.